csap, jobban, amivel bábáztunk. Egy rövid csapra mondom. Már van egy rövid csapra. Akkor is kell járni. Milyen mély ott? Tedd rá a nyakára, csak aztán ki kell húzni óvatosan. Tedd rá, gyertek el, azt kihúzzuk. Oda kell szerintem a jéghez, akkor jobban tartanak. Kimogasd meg egy kicsit, amit tovább meg. Ugye visés. Nem, rá kell húzni a felszínre. Nem, nem érdekes az, de... A jégre kell fölsegíteni, ha fönn van a jégre. Na, most tudjátok. Úgy próbáld felúsztatni, a jégnél vagy. Úgy ebben a lendület alatt is. Itt az ott körül, az ott körül, hadd nézze meg az űrbe, te engedjük. Levigyük fel a szélvel, hagyjuk itt. Lábát kössük össze gyorsan, hogy ne menjen el. Itt a köpe. Úgy kikapja magát, így nem jó. Először két lábat kell megkötni, és utána a másik kettőt. Nincs valami kisebb kételetek? Átmenetileg beszélünk. Most meg most ott van. Azt kellene. Valamelyik állatorvost. Nem bírjál ez a kármilyen kidolgott a kollega? Ezt ketten megfogjátok egyik oldalról.
32 fokig mér ez a mérő. Nem jelez semmit. Úgy ki van hűve. Fél óra volt, hogy jövünk. Most kezdve remegni az adót. Az jó, most megint megolvad. Elindultak érte a fiúk akkor? Pont akkor. Pont akkor alá bukott. Szerintem az már nagyon érdekes. Mondok a kocsihoz. Kocsiban nyugodt volt ideig? Igen, kezdett ezt fölélegni. És mi az, amit most kap? Ez egy infúzió lesz, amiben teszünk szőlőcukrot, aminosavakat, tehát egy kicsit itt tápláljuk is, és fel van melegítve. Egy picit helyre pofozza akkor. Aztán hát sokos állapotban van, sok ellenes gyógyszereket kap. Elég kiterjedt sérülései vannak, erre meg antibiotikumot adunk neki. Nehogy elfertőződjenek a sebek. Kusson szín. Ezt megvárják. Mennyire? Nem ennyi az egész. Most már tudsz majd félni tőle. Sárakat.
Arra megyünk. Szilvi, hadd menjen előre. Ja.